A földmunkagép kezelő az építőipari jellegű foglalkozásokon belül az építőipari gép és berendezés kezelők, méghozzá a nehéz gép kezelők közé tartozik. Főleg építkezéseken, út, illetve közműépítéseken dolgozik. Napjainkban az autópályák, a nagyobb bevásárló és szórakoztató központok és lakóparkok építésénél van rá szükség. Az első nagyobb munka, ami szemünkbe tűnik egy építkezésen, az alapok kiásása és a tereprendezés. A földmunkagép kezelő árkot, csatornátás, gondoskodik a föld kiemeléséről, elhordásáról és elegyengetéséről. Segít a villamos vezetékek, gázvezeték, csatornahálózat, telefon föld alatti vezetésénél előkészíteni a munkákat, kiássa a megfelelő mélységű gödröket, a gépe segítségével csöveket, vezetékeket tesz helyére. Épületek lebontásában is segít, vagy kutatás, sőt hídépítésen is dolgozhat. Feladatai közé tartozik felmérni a tömeget, amit megmozgat, hogy a munkagép stabil maradjon. Az egész gép az 16 tonna, 3-4 tonnát lehet bele megemelni. Van bent egy mérleg, amivel lehet mérni a rakodó mennyiséget, amit a gépkocsiknak a raksúlyát. Dolgozik emelő, kotró, rakodógéppel, föltoló és szállítógéppel, mindezt úgy, hogy betartja a munkavédelmi előírásokat. Mindig vigyáz a munkagépre, amin dolgozik, elvégzi a kisebb karbantartási munkákat, üzemanyagot tankol, elhárítja a kisebb hibákat, ellenőrzi az olajszintet, ablakot pucol, kicserél kisebb alkatrészeket, érthető is, hiszen a munkaeszközéről van szó. Olajszint, vízszint, ami lényeg, munka előtt kezdés, zsírzás, ez a legfőbb része a gépnek. Ez mennyi időt vesz igénybe? Hát igazából ez fél óra. A munkavégzés helyszíne nagyon változatos lehet. Tavasztól őszig sokat kell dolgozni, olykor 10-12 órát, de télen munkaszünetet tarthatnak. A munkavégzés szabadban folyik, az időjárás nagyban befolyásolja a munkát. Esőben, kánikulában, porban kell dolgozni, számolni kell zajjal, rázkódással. Az idő túlnyomó részét a fülkében tölti, de a munka együtt jár gyaloglással és néha nehezebb fizikai munkával. Mivel néha 12 órán át is bírni kell a munkát, ezért jó teherbírással kell rendelkezni. Munkája, mivel a gép fülkéjében ülő munkának, ugyanakkor nehéz fizikai munkának és balesetveszélyes munkának minősül. Nagy munkabírással kell, hogy rendelkezzen, bizonyos vezetői készségei kell, hogy legyenek, hiszen a munkagép mellett dolgoznak egyéb segédmunkások is, akik ugye a gép melletti finomabb munkákat végzik kézi szerszámokkal. Tehát nagy kitartás, nagy munkabírás, és szorgalmas kell, hogy legyen minden esetre. A munkavégzéshez nélkülözhetetlen a jó állóképesség, jó látás, térlátás, finom mozgáskoordináció, nagyfokú ügyesség és a jó egyensúlyérzék. Az érzékszervi képességek mellett olyan személyes tulajdonságokra van szükség, melyek biztosítják, hogy önállóan vagy egy csapatban is el tudja végezni a feladatokat. Ilyenek a figyelem, tűrőképesség, felelősségtudat, monotónia tűrés, mennyiségérzék, beszédkészség a szakmai nyelven. Munkáját többnyire több gépkezelővel együtt végzi, emellett kapcsolatba kerül megbízójával vagy munkavezetővel, építésvezetővel. Az a víz, ami innen ugye csordogán alá hegyből. Igen, és lát, hogy talajszintóval magasabb, tehát ez rézsűre fog lejönni alapból. Meg hát ugye kifele is lejtünk, tehát akkor nem volna egyszerű, hogy beraknánk a... Közvetlen a szegény mellé. Közvetlen a szegény mellé. Aha. És hogy az iskolában milyen tantárgyak szeretete hasznos, az kiderülhetett az idáig látottakból. A fizika az egyszerű gépek működésének ismereteit sokat segít, és nem árt, ha ismerjük földrajzból a talajtípusokat, a különböző domborzati viszonyok jellemzőit. Gyakorlat teszi a mester, tehát az idősebb gépkezelőktől érdemes ezt a szakmát ellesni. A 8 általános elvégzése után, ha betöltöttük a 18. életévünket, egy szakmai és egészségügyi alkalmassági után jelentkezhetünk földmunkagépkezelői tanfolyamra. Ezt a szakmát az építő- és anyagmozgatógépkezelő szakmának egyik részképzéseként lehet kitanulni. Fontos a géptípusnak megfelelő gépkezelői jogosítvány, mely a tanfolyammal párhuzamosan megszerezhető. A tanfolyam körülbelül 100-150 óra elméleti
és 50-100 óra gyakorlati oktatásból áll. A tanfolyamokért fizetni kell. A tanfolyam elvégzése után a szakmunkás középszintű szakképesítést kap, ezzel fizikai munkásként tud elhelyezkedni, mint rakodógép kezelő, targoncavezető, út, híd és vasúti gépkezelő, hidromechanikus és úszómunkagép kezelő, kútfúrógép kezelő, egyéb építőipari gépek kezelője, például markoló, dózer, kotrógép, árokásógép. Az, hogy mennyi földmunkagép kezelőre van szükség, nagymértékben meghatározza az egy-egy időszakra jellemző építkezési kedv, az állampolgárok és a vállalkozások pénzügyi helyzete, de a munka időszakos jellege is. Mióta hazánk csatlakozott az Európai Unióhoz, egyre több a külföldi befektető, új telephelyet, irodaházat létesít, nő az építkezéseken dolgozó képzett munkaerő iránti kereslet. Jövedelmük enyhén elmarad az országos átlagfizetéstől. A szakképzett, nyelveket beszélő munkaerő akár külföldi munkahelyeken is el tud helyezkedni.